Sziasztok! Itt az amerikai valóság jelentkezik. Ebben a részben meg szeretném nektek mutatni, hogy is néz ki az élet egy úgynevezett gated community-be, ami igazából egy kapuk mögé zárt community, fordítsátok le. Ide jött egy megrendelés, kiszállítás, és most volt szerencsém bejutni belülre. Nézzetek körül, megyünk itt egy kört. A bejutáshoz mindenre szükség volt. Kuncsafnak a nevére, a cég, akinek dolgozok, az én jogosítványomat elkérték. Be lettél írva egy listára, hogy tudják, hogy ki jött be. Rendszám, minden leadása után. Szóval így néz ki egy ilyen kapuk mögött lévő zárt kis community, ahol legjobb esetben gazdagok az emberek. Tehát ezt mondják magyarul Uri gettónak. Itt nem szembesülsz a városnak a nyomorával, itt nem szembesülsz hajléktalanokkal, ami mondjuk egy és ugyanaz. Nincsenek zsúfolásig a mexikóiak. Tisztaság van. Igazából abból a pénzből, amit itt az ember egy lakásért fizet, vagy egy házért pontosabban, és annak a közös költsége, az nem akarok hülyeséget mondani, de valahol a havi $500-$600 között létezik lehet. Gondolom helyek válogatják ezt az összeget. Most így megyünk egy kört. Innen jöttünk, ha jól emlékszem, valószínű, igen. Crystal Ridge Lane. Na még menjünk egy kört fölfelé, mert arra nem voltunk. Itt balra kell majd elmenni a kijárat felé. Most megnézzük, mi van erre. Mondjuk igazából sokat nem fogtok látni, mert körülbelül, ha jól tudom, akkor az ilyen helyeken két vagy három modell alapján építik a házakat. Akinek négy szobás kell, annak mondjuk, ami itt bal oldalon látható, az a dupla ablakos, az ilyet kap. Akinek meg a kisebb kell, az kap egy ilyet. És igazából egy és ugyanaz minden. Viszont szép a naplemente. Szép a naplemente, gyönyörű a naplemente, gyönyörűek azok a hegyek a háttérben. Ez ami miatt nehezen szánom rá magamat, hogy Kaliforniát itt hagyjam, mert én valahogy nem tudok a síkságokon eligazodni. Nekem az túlságosan lapos. Jó, viharos az idő. Ja, hát most igen, itt van egy doboz, amit fúj a szél. Ajaj, ezt meg kéne írni a véleménykönyvbe. Várj, most meg elállítottam ezt a izét. Ahogy nagyjából. Azért nyögök közben, az autó az manuális váltós, és hát dolgozni kell vele. Tudom, az Magyarországon nektek ez átlagos. Nekem itt 8 év után most vettem először manuális váltós kocsit, mert már a második automata váltós autómnak fingik be a váltója, ami nem olcsó megjavítatni. Úgyhogy kitaláltam, hogy inkább váltogatok, szenvedek, de kevesebb a meghibásodási lehetőség. Amit egy kicsit benyaltam, mert vannak egy kis szinkrongyűrű gondjaink, amihez megint fel kell újítani majd ezt a váltót is, de az ötödik kivételével mindegyik fokozat nagyon király. Az ötödiket azt ki szokta dobálni autópályán. De ez majd egy műszaki videónak lesz a része. Jó, szeles az idő, tombol a szél. Na. Itt egy stop tábla. Itt az se lenne baj, ha keresztül mennénk rajta. Ez egy ilyen Californian stopnak hívják, amikor így begurulsz, benézel és mész. Hát ezt a rendőr ezt díjazni szokta. Egy tikettel, ami nem a jegyet jelenti, hanem a bírságot jelen esetben.
De mivel ez egy ilyen zárt, gated community, ezért itt nincsen rendőr. Na, csak nem hívják ki. Na, hondások, figyelem! Jó, ide megy a kis mérgezett tegér. Egy hét ideges. Fekvő rendőr. Egyér, hoppá! Ah, igen, az alkatrészek a csomagtartóba zörögnek egy kicsit. Most lett kicserélve az autón a vezérlés, a lengőkarok, féltengelyek, kerékcsapágyak, meg úgy konkrétan még minden más apró bizbasz alkatrész az első futóműbe. Azt hittem, hogy azért dobálják az ötödiket, mert motortartó bakok kicsit meg voltak szakadozva, de sajnálattal tapasztaltam, miután kilettek a bakok cserélve, hogy még mindig kidobálja az ötödiket. És ma elmentem egy váltóshoz, aki beleült, ment vele egy kört és közölte, hogy a ötödik szinkron gyűrűje az kuka. Elég borsos árat mondtak a váltó felújítására. Itt minden drága, ami szaktudást igényel. Na, közeledünk a kijárathoz. Gyerekek játszanak jobb oldalt. Még egy stopp. Karácsonyi díszítés a ház előtt. Na, és ott középen látható az az őrbódé, ahol ott meg kell állni, amikor bejössz, és akkor fölveszik az információidat kifelé, meg ugye mehetsz. Örülök, hogy kimentél. Ha bárki hallott róla, hogy Porter Ranchen tavaly, vagy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen gáz szivárgás, az konkrétan ezeknek a domboknak a túloldalán történt. És ezek az emberek, akik itt laknak a dombnak a másik felén, súlyos milliós, meg 100 000 dolláros kártérítéseket kaptak, mivel ez a gáz szivárgás az éveken keresztül zajlott. Na szóval kijöttünk, ez volt az amerikai valóság, ahol bemutattuk nektek a zárt falak mögött élő. Nem mondom, hogy középosztályt, mert középosztály az örül a levegőt tud venni, azt sem mondom, hogy gazdagok, jómódúak. Na, maradjuk a jómódúak kifejezésben. Ha tetszett a videó, tudjátok, mit kell csinálni. Legyen további szép napotok, és az Isten áldjon mindenkit. Más a naplementét még megmutatom nektek.